Kétségbeesett ügyfelek tömege rohamozta meg a karcagi Kun Mediátor Kft. Fiókjait, miután kiderült, hogy engedély nélkül ígért 10-17%-os kamatot a náluk megtakarítóknak a cég, amelyik egyébként utazások szervezésével foglalkozott. Azonban senki sem jutott a pénzéhez, van, aki több milliárdos kárról beszél, a rendőrség csalás miatt vizsgálódik. Vigyázzunk egymás testépségére, illetve... Nem jutottak be a karcagi fiókba, hiába álltak órákig előtte a megtakarításaikért aggódó ügyfelek. A bejáratra azt írták, technikai okok miatt tartanak zárva. Debrecenben, Budapesten, Törökszentmiklóson sem nyitottak ki, pedig mindenhol százak vártak a pénzükre. Több millió 10 éves munkának a megtakarítása van benne. Jó, benne vagyunk a korban, 40-45 éves munkaviszony után megfogott kis apró pénzünket betettük ide, azért, hogy ne a temetővárokba kelljen eltemetni bennünket. A Kun Mediátor Kft. A piaci kamatok sokszorosát, 10-17%-ot ígért az ügyfelek szerint. Ők forintot utaltak a cég számlájára, amelyért cserébe devizát kaptak papíron. Csak hogy a főleg utazások szervezésével foglalkozó cégnek a Nemzeti Bank szerint nem volt engedélye betétek szedésére vagy pénzváltásra. Ez tegnap derült ki, miután nem tudtak kifizetni néhány lejárt szerződést, mondja a károsultaknak segítő ügyvéd. Az egyetlen kicsi kis megtakarításaikat, megörökölt pénzeiket abban bízván, hogy megőrzi az értékét, nyilvánvalóan ezzel a kecsegtető szándékkal elhelyezték. Jövő héten lett volna a kifizetés, de hát azt már nem kapjuk meg, sajnos. Mostanáig csak nem 200 ügyfél tett feljelentést, a rendőrség sikkasztás gyanújával indított nyomozást, az ügyvezetőt egyelőre sehol sem találják. Hétfőn este látta utoljára egy karcagi étteremben néhány ügyfele, azt ígérte nekik, hogy ma a pénzükhöz juthatnak. Dobrai Sándorné amúgy köztiszteletnek örvend a városban, megbízhatóságában senki sem kételkedett a polgármester szerint. Évtizedek óta foglalkozik ezzel az utazási irodával, nagyon sikeresen vitte a céget, mindenki teljes mértékben meg van döbbenve. Bevallom őszintén, én magam is nem ilyennek ismertem. A polgármester szerint összességében több milliárd forintot kezelt a Kun Mediátor Kft., miközben alig néhány milliós nyereséget termelt évente a mindenki számára elérhető nyilvános cégadatok szerint. A cégnek 16 alkalmazottja van. A vezetője és egyben főtulajdonosa Dobrai Sándorné. A másik tulajdonosa veje Kemecsi László, aki az Origónak azt mondta, aggódik a felesége és a gyerekei miatt, mert ők is eltűntek. Az utazási irodák viszont szerinte rendben vannak. Budapesti irodavezetőjük még friss kedvezményekről beszélt egy tegnap előtt megosztott videóban az interneten. Április 30-ig akár 10% kedvezményt tudunk az utasoknak biztosítani. A felügyelet szerint az ügyfeleknek nem jár kártérítés a betétbiztosítási alapból, csak akkor kaphatnak vissza pénzt, ha sikerül valamit lefoglalni. Kérdeztük a kormányt, hogy a Kun Mediátor károsultak a Questor ügyfeleihez hasonlóan számíthatnak-e majd kártérítésre, kormányzati segítségre. Azt mondták, egyelőre tájékozódnak az ügyben.